Következő vezérszónokunk Varga László, az MSZP képviselőcsoportjának vezérszónoka. Jegyző úr, önni a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. Ahogy előttem szólók többen elmondták, a javaslat fő célja a kényszertörlés szabályrendszerének módosítása. Ugye kényszertörlésről beszélünk abban az esetben, ha a cég nem a törvényeknek megfelelően működik, és törvényességi felügyeleti eljárást követően sem tudja, vagy éppen nem akarja törvényes működését helyreállítani. Ebben az esetben a bíróság kényszertörlési eljárást folytat le, melynek eredményeképpen a céget törli a nyilvántartásból. A módosítás célja, ahogy ezt előttem állók is, szólók is megfogalmazták, hogy a kényszertörlés elrendelése idején a cég könnyebben tudja helyreállítani működő képességét, ez egyébként nyilvánvalóan lehet egy támogatható cél. Mindemellett az eljárás díjának 250 000 forintban való meghatározásával a cég vezető tisztviselőt és tagjait arra sarkalja, hogy a törvényes működést helyreállítsák, tehát ez egyfajta ösztönző. Amennyiben ez sikerül, akkor az eljárás díjtétele 50 000 forintra csökken. A javaslat érinti az eltiltás jogintézményét is, a jelenleg hatályos szabályok egy alkotmánybírósági határozattal megsemmisített szövege helyébe lépnek rendelkezések, amelyek biztosítják, hogy ez a személy kerüljön csak eltiltásra, akinek közrehatását a szabálytalan működésben a cégbíróság megállapítja. Az eltiltás időtartama ugyanakkor kizárólag a ki nem elégített hitelezői követelésektől függ. A javaslat az országgyűlés előtt jelenleg is fekvő PTK módosítással kapcsolatos összhangot is megteremti, ami a közkereseti társaságok és a betéti társaságok megszűnésével kapcsolatos eseteket illeti, tehát nyilván ez volt itt a előző vita itt a ház előtt. A törvényjavaslat fő célja a kényszertörlési eljárás ideje alatt is a törvényes működés helyreállítása, lehetőségének biztosítása, azonban vannak olyan esetek, amikor ez kizárt, például ha az adószám törlésre került, vagy ha a társaság már megszűnt létezni. A javaslat külön per indításának lehetőségét teremti meg arra az esetre, ha eltiltási ok következményeként az eltiltott személyt kötelezi a cégbíróság a kényszertörlési eljárásban bejelentett, vitatott követelésnek nem minősülő, ki nem elégített követelése megfizetésére. A cégbíróság nem alkalmazza a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásra szóló törvény szerinti eltiltás jog következményét. Az előterjesztő szerint ez eddig is így volt, és az állami szektor gazdasági társaságainak működése egyébként is sajátos, emiatt szerinte nem indokolt, hogy a szankció ebben a szektorban is érvényesüljön. Az általam említettek figyelembe vételével, illetve amik az előttem szólók által is elhangzottak, látszik, hogy ez az előterjesztés alapvetően szakmai jellegű, gyakorlati tapasztalatokon alapuló módosításokat tartalmaz, azonban nehezen látható át, hogy mindemellett mi is lehet a kormány részről a jogalkotói cél, különösen ami az állami gazdasági társaságok kivételének említett esetét képezi. Én azt gondolom, hogy a főbb általunk is górcső alá vett pontokról beszéltem, és nagyon sok mindent elmondtak az előttem szólók, úgyhogy én tovább nem szaporítom a szót. Tehát alapvetően szakmai javaslatról van szó, azonban a gazdasági társaságok kapcsán elhangzott észrevételem figyelembe vételét kérem. Államtitkár úr, köszönöm a szót, elnök úr.